Terrorcselekménnyel gyanúsítják azt a férfit, aki 3 embert megkéselt és 2 másikat megsebesített Manchesterben. A 40-es éveiben járó férfit sokkolóval tették ártalmatlanná rendőrök, majd őrizetbe vették. Az incidens a belvárosban, az Andé bevásárlóközpontban történt. Az épületet biztonsági okokból kiürítették az erőszakos cselekmény után. A rendőrség beszámolója szerint a férfi hirtelen lendült támadásba egy nagy késsel a kezében. Mint mondták, a brutális támadás áldozatait véletlenszerűen választotta ki a körülötte lévő emberek közül. Hozzátették, hogy bár súlyos sérüléseket is okozott, de szerencsére egyik sem volt életveszélyes.